beszélgető partnerem, az Borsos Géza, matematika tanár, a csomafalvi kulturális életnek egyik, hogy mondjam, élenjárója, nem csak a Ceausescu időkben, még iskolaigazgatóként, hanem utána is, amikor is szerepet vállalt a Romániai Magyarság érdekeit képviselő szervezetben, akkor, amikor még mindannyian és nagyon sokan hittünk benne, tehát RMDSZ képviselő volt ő, azt hiszem két... Csak egy ciklus. Csak egy ciklusban voltál? A legelső. Az legelsőben. El tudnám mondani azt is, hogy miért nem lett aztán tovább RMDSZ képviselő, de én most nem azért kerestem fel, hanem annak az érdekében, hogy beszéljen még egyszer Géza, aki a székelységnek úgymond az eszmei, legfőbb eszmei megvalósításának egyik legjobb ismerője, tehát a rendtartó székelyfalunak, a széki székrendszeri közigazgatásnak és általában a székely mentalitásnak, a székely erkölcsi világnak a jó ismerője. Ebben a minőségében kerestem fel, és szeretném, hogyha ismertetné velünk még egyszer ezeket a spirituális tényeket végül is, ugye, illetve gyakorlati és magasrendű felelősségről és látásmódról tanúskodó megvalósításait a székely nemzetünknek, és én egyből a közepébe vágnék, mert még van, készült egy ilyen film róla, illetve vele egy ilyen beszélgetés, és megkérdezném Borsos Gézát, hogy mi történt a székely falubíróval, majd kijavítasz, ha nem ez volt a pontos neve, címe neki, mi történt akkor, hogyha nem a közösség érdekei szerint cselekedett is, hajtott végre tetteket, tehát nem a közösség védelmét szolgálta, hanem egyebet. Hát igen, így most valóban a derekába vágni belé a témának, kicsit furcsán. Mindenek előtt azt kell tudni, és azon kell elgondolkodnunk, és én is ezen sokat gondolkodtam, hogy mi az oka annak, hogy tulajdonképpen a székely közösség annyi évszázadon és évezreden keresztül meg tudta őrizni önazonosságát, meg tudta őrizni a területét, a szállás területét. Ugyanakkor most az erdélyi viszonylatotban nézzük, akkor a hasonló helyzetben lévő székelyföldön kívüli magyarság Erdélyben ugyanezt nem tudta megcselekedni. És hát más magyarázatot nem találok, mint hogy az, hogy abban a különbözőségben kell ezt keresnünk, ami a székely és az erdélyi magyar, mondjuk vezető réteg erkölcsi értékrendjében keresendő. Míg a székely az a legfőbb érték, erkölcsi érték, amire a székely rendtartó falu, a székely rendtartó társadalom épül, és annak írott és írotlan, a szokásjogból majd írott joggá váló szabályrendszere kialakult, ez nem más, mint az, hogy a közösségi érdek elsőbséget élvez az egyéni érdekkel szemben. És ebből bomlik ki a székely társadalomnak a mindennapja. Mindennapjait igazoló vagy irányító szokásrendszer, ebből bomlik ki a joggá váló értékek bomlanak ki, és a legfőbb bíráskodás is ennek alapján történik. És mindezt a székely társadalom megőrizte egészen 1870-es évek végéig, mondhatjuk, érintetlenül maradt ez az értékrend és az erre épülő jogrend, míg onnantól errefele sajnos egyre inkább
inkább sérült, és ma már csak mondjuk a falu közösségek szokásjogában él tovább. Úgyhogy ez a megállapítás egy kicsit lehangoló, mert nyilván, hogy arra kellene a jövőnket alapozzuk mindenek előtt, olyan értékrendre, amelyik bizonyította időálló voltát, bizonyította mozgósító erejét, bizonyította összetartó erejét, tehát a székely szolidaritás, ami valóban óriási érték, és amit napjainkig is él, hiszen a székely falvakban nem volt szegény ember, igazán elesett ember, szegény ember az volt. Tehát igazán elesett ember, azt felkarolta, a közösség segítette, de nem voltak túl gazdag emberek sem a székely társadalomban. Tehát ez lehet előny, egy bizonyos fokig lehet hátrány. De mindenképp emberileg, és az emberi, az életminőség szempontjából egy magasabb értékrendet képvisel. Na most a bíróra visszatérve, bíráskodásra. Tehát a bíráskodával az agyagfalvi írásos konstitúcióban, 1505-ös udvarhelyi konstitúció írásba foglalta például a bírákra vonatkozó elvárását a közösségnek, ami ebből az erből fakad. És azt mondja, hogy az a bíró, aki most nem szó szerint idézem, csak a lényeget, tehát gyönyörű nyelvezeten van megfogalmazva, az a bíró, amely részrehajlóan ítélkezne, vagy hamis ítéletet hozna, annak maradása Székelyföldön nem lehet, ne légyen, vagyis száműzetik Székelyföldön, és az az ember, aki esetleges visszatérésén szorgaskodik, az is hasonlóan büntettesse. Tömören olyan bíráskodási elv fogalmazódik meg, ami messzehatóan érvényes, és csak gondoljon az ember arra, hogy ma, a mai bíráskodásra, és ha hasonló elvek szerint ítélnék meg a bírói tevékenységet, akkor valószínű, hogy a mai társadalmunk is nagyobb bizalommal fordulhatna a jog érvényesítési törekvéseinek a sikerében, nagyobb bizodalma volna. Igen, hát ez különösképpen ma, amikor ott vagyunk, például Magyarországon, hogy a számtalan olyan újságírói vélemény hangzik el, és közménnyelven szereplő fontos emberek, talán kormány közeli, de neves újságírók szájában is, hol is hangzik el, olyan, hogy ez a liberális bíráskodás, ami még van Magyarországon, az tulajdonképpen elveszi az emberek kedvét és a hitét az igazságosságban. Márpedig olyan társadalomban és közösségben élni, ahol az embereknek nincs meg ez a hitte az igazságosság létezésében, tehát ugye a végén fogalmaztál, hogy bizalommal fordulhat akárki, akármilyen szegény vagy gazdag, teljesen mindegy tagja a társadalomnak az igazságszolgáltató szervekhez, illetve hogy amíg egy relatív az, hogy amikor én tudom a tárgyi valóság szerint, hogy nekem a tárgyi valóság szerint nekem igazam van, és mégis azt relativizálni lehet, és a jobb nyelvén azt el lehet úgymond ködösíteni, homályosítani, annyira, hogy már olyan vélemények is vannak például a magyar társadalomban, hogy hogyha tudsz fogadni, és elég gazdag vagy, hogy egy jó, hírneves ügyvédet válasszál, akkor igazad lehet. Tehát, hogy az igazság azon múlik, hogy én tudok egy erős, vagy hogy mondjam, egy olyan ügyvédet fogadni, aki meg tudja győzni a bírókat az én igazságomra, akkor sem, vagy akkor is, ha nincs igazam. Tehát ez már eléggé, hogy mondjam, veszélyes magára a társadalomra, a közösségre nézve,
És ez nagyon furcsa, hogy a székely társadalom, illetve a székely hagyományrendszer ki tudott, hogy úgy mondjam, forlalni egy ilyen bíráskodási rendszert, egy ilyen bírói igazságszolgáltatói rendszert, ahol meglehetett az embernek a bizalma a közösségi építkezésben, az igazságban, és ezáltal végső soron az Isten igazságban is, nem? Hát igen, ez így van, és gondoljuk csak bele abba, hogy tulajdonképpen ma is nagyon sokszor elhangzik, főleg politikai vezetőink részéről az, hogy hát mi a törvények útján próbáljuk az igazságunkat elérni, a törvények útján próbáljuk a jogainkat érvényesíteni, stb. Stb. Tehát egy olyan törvénykezési rendszerben és igazgatási rendszerben, mint amilyen a romániai, ahol 100 éve nyíltan és állampolitikai szinten folyik a magyarság beolvasztása. Ott nem lehet arra bízni magunkat, hogy azok a törvények, amiket azért hoztak, hogy mi hátrányos helyzetbe kerüljünk, azért hoztak, hogy a magyarságot gyakorlatilag beolvasszák, hogy ezeknek az alkalmazásával mi a jogainkat majd ki tudjuk vívni. Szó sincs róla, tehát, hiszen ezek a törvények nem minket védnek, ezek a törvények ellenünk dolgoznak, és igazságszolgáltatási mázba öltöztetnek egy olyan állami törekvést, ami ma már 100 éves múltra tekint vissza. Hát gondoljunk csak a falu telepítésekre, a határszéleken. Gondoljunk az oktatási rendszer felszámolására, stb. Stb. Mindig a törvényekhez igazodva egyre visszább és visszább kellett, hogy lépjünk, és egyre jogfosztottabbá váltunk a 100 év leforgása alatt. És ma oda vagyunk jutva, hogy nincs gyakorlatilag. Például ott van a Marosvásárhelyi Egyetemnek a sorsa, ugye, ami egy magyar állam hozott létre, magyar egyetemként született, és ma már arról sem be lehet beszélni, hogy egyáltalán magyar karnak a létesítése jogos vagy nem jogos. Lábbal tiporják még a létező törvényt is. Hát igen, elmondtad, hogy mostanában szkeptikus lettél ilyen szempontból. Itt rengeteg törekvés volt, és az autonómia, tehát a székelyföldi autonómia törekvéseknek egyik zászlóvivője is voltál egy adott időszakban. Tehát hogyha gondolod, akkor megkérlek szépen, hogy mondd el, hogy akkor még mi maradt, még milyen lehetőségünk maradt, még egyáltalán mivel bízhatunk, de hogyha nem, vagy hogyha attól függ, hogy te ezt mennyire akarod kibontani, akkor viszont térnénk még egy kicsit vissza rá, hogy volt képes szerinted, akinek van egy történelmi perspektívád is erre az egészre, visszafelé, úgymond, hogy egyrészt tehát, hogy lett képes ez a nép, ez a nemzet, erre a csodálatos igazságszolgáltató, meg közösségi gondviselő, úgymond, szellemiségre, és hogy egyáltalán nincs semmi baj azzal, hogyha a közösségi érdekeknek alárendelik az individuális jogokat, mert ma ez a nagy problématika, ugye, hogy a általában a jogvédők és az emberi jogvédők, és általában a szabadságjogvédők arra vonatkoznak, hogy az államtól és egyáltalán a közösségi vezetésből ki kell iktatni ezt a lehetőséget, hogy a közösség nevében úgymond az egyént fosszák meg bizonyos szabadságjogoktól, lásd a melegek joga, stb. De én inkább, hogy mondjam, azt szeretném, hogyha arról is, majd meg fogod látni, hogy melyiket választod, és melyikre mennyi időt szállsz, hogy tudott ez így ilyen gyönyörűen kikristályosodni ez a székelyrendszer, és ezt miért nem lehet ma például alkalmazni, mondjuk Romániát tudjuk, hogy az egy
egy nagyon-nagyon mesterségesen, és nem tudom, hogy milyen konjunktúrák folytán, én a saját spirituális szemszögemből nézve, hogy milyen spirituális konjunktúráknak köszönhetően lett ez egy állam, és egy komolyan vehető állam egyáltalán, de hogy egyáltalán ezt például Magyarország miért nem tudja átvenni? Ezt az erkölcsi gondolkozást teljes mértékben, mert jó, hogy kezdi megközelíteni abba, hogy családvédő lett nagyon, és családcentrikus lett, azt is tudjuk, hogy minek a következtében. Tessék, többet nem akarok én beszélni, légy szíves, mondjad te, amiket ide vonatkozom, gondolsz. Hát én azt hiszem, hogy a szkíta hagyományoknak az egyenes folytatója és megőrzője az a székelyné. Ugyanis ettől a hagyománytól, talán a Szent Koronatan feladásánkor tért el a magyar nemzet, a magyar nép és a magyar állam főleg, tehát kevésbé a nemzet, kevésbé a nép, hiszen itt az állam az, amelyik ezeket a lépéseket megtette. A kiegyezés után, ugye az én véleményem szerint Magyarország is, a magyar hatalom is rátért a nemzetállamépítés, és ezzel gyakorlatilag feladta a Szent Koronatannak azt az alapvető erkölcsi normáját, amit az előbb említettem, amit a közösségi érdeknek az előtérbe helyezése volt a magán érdekkel szemben. Na most ez messzemenő következményekkel járt, és én úgy látom, hogy itt a székely jövőt, ha egyáltalán még el tudjuk képzelni, hiszen 24. órában vagyunk, ha egyáltalán székely jövőt próbálunk teremteni magunknak, akkor ennek csak egyetlen útja lehetséges, mégpedig az, hogy vissza kell térni a székely rendtartó társadalom hagyományaihoz. Nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet egy az egyben helyreállítani, hiszen egy jogrendszeren belül élünk. Ellenben meg lehet azokat a fórumokot fel lehet éleszteni, amelyek tulajdonképpen ennek a jogrendszernek az jogértelmezésnek a következtében születtek, amelyek ennek az erkölcsi alapvető normának az értelmében működtek. Ezért volt az, hogy a székelyek legfelsőbb törvényhozó fóruma az a Székely Nemzetgyűlés volt. És a Székely Nemzetgyűlés intézményének a visszaállítása az a mai körülmények között minden további nélkül megvalósítható. A kérdés az, hogy politikai vezető rétegünk miért ózkodik és miért idegenkedik ettől. Gondolunk csak arra, hogy akkor, amikor a Székely Nemzeti Tanács csak létrehoztuk, akkor tulajdonképpen az alapvető út, amit magunknak kijelöltünk, az az út, hogy a székely nép önrendelkezési joga alapján kell megteremteni székelyföld területi autonómiáját. Ez egy tiszta és világos beszéd. Sehol a politikában sajnos nem érvényesítettük. Ugye 2006-ban megtörtént a belső népszavazás, amit megszerveztünk. Bardóc Miklós Várszék indította, persze Székely Nemzeti Tanács határozat volt erre. Sajnos a határozat végrehajtása elhúzódott 2 évet, de megtörtént ez, és 99,x% a megkérdezetteknek felelt igennel arra a kérdésre, hogy akarja-e a területi autonómiát létrehozni, és akarta. Akarja-e? De tulajdonképpen ez azt jelentette, hogy vissza akar-e térni ahhoz az intézményrendszerhez, amely igazgatta tulajdonképpen évezredeken keresztül és évszázadokon keresztül ezt a közösséget. Erre kaptunk itt egyértelmű igénylő választ. Na tehát ennek a megszervezése a továbbiakban most már
korparancsá vált. Vagy visszatérünk és ismét a nép kezébe adjuk a döntési jogot olyan módon, hogy reprezentatív székely nemzetgyűlést hívunk össze, és ez hivatott lesz arra, hogy döntsön abban, hogy az önrendelkezési jogával milyen módon éljen a székely nép. Az önrendelkezési jog gyakorlásához két feltétel szükséges, az egyik az, hogy az a társadalom, amely ezt önmagáról kijelenti, hogy ő egy nép, népet alkot, ez teljesen világos a székely társadalom esetében, hiszen több ezer éven keresztül népnek, nemzetnek titulálta, nevezte magát. A másik pedig az, hogy nyilvánítsa ki saját fórumain keresztül, saját döntéshozó fórumán keresztül azt, hogy igenis létező valóság mai nap is a székely nép, mint közösség. Cselekvőképes, önmagát igazgatni képes, saját intézményrendszert működtetni képes társadalomról van szó, melynek megvannak ehhez a hagyományai, megvan a tudása és gyakorlata hozzá. Az a 100 éves megszakítás, ami tulajdonképpen erőszakkal történt, ez a kollektív emlékezet és a kollektív tudás szempontjából rövid időszak. Itt nem ez a nagy veszély. A nagy veszély az, ugye, hogy a társadalom bomlasztása olyan erőkben és olyan ütemben folyik, ami lassan megkérdőjelezi és lehetetlenné teszi ennek a közösségnek a magára találását. Ez a nagy probléma. De hát ez megtörténik, amiről beszéltél, hogy beszéljünk egészen konkrét helyzetekről, például az iskolákban is. Tehát már azokban az iskolákban is, amelyek tiszta magyar anyanyelvűek, már ott is a liberális szellem, tehát nem mondhatjuk azt, hogy kimondottan csak a román pedagógiai rendszer, vagy az irányított, és tényleg, ahogy az elején is mondtad, hogy úgy vannak már kitalálva eleve törvények, és leginkább a kisebbségekre vonatkozó törvények, hogy már eleve úgymond ezt lehetetlenné tegyék, illetve hogy ott, ahol lehet, ott nyírbálják meg a nemzetiségi jogokat, de egyáltalán már a tanárok is, az egyetemeken is már, tehát a fiatal tanárokra értem, de már a nem is annyira fiatalokra, már olyan szellemiségben voltak kinevelve, hogy ebbe a túlzó liberális szellemben, amelyben igazából már a diákok elől, már a kisdiákok elől el van veszve való, el van rejtve az igazság, és egy ilyen relativizált igazság szellemben történik egyáltalán, hogyha van egy iskolában, egyáltalán, hogyha van erkölcsi, úgymond felügyelet, vagy erkölcsi, vagy késztetés arra a tanárokba, vagy egy igazgató, vagy az erkölcsöt bevezesse az iskolába. Én, mint szülő például azt tapasztaltam, hogy bizonyos kérdésekben egyáltalán nem is lehet, és nem is kell, és nem is szabad sajnos igazságot keresni, mert relativizálva van az egész, egészen odáig menően, hogy még az áldozatokat is képesek hibáztatni a tanárok, csak azért, hogy ne legyen probléma. Tehát az igazság elkenését már a fiatalokban, a székely fiatalokban is, nem tudom, hogy falun ez hogy van, de hogy városon ez így van, ez már biztos. Igen, ebben sok igazság van. Itt két dolgot szeretnék megjegyezni. Egy, még a diktatúrában is, és bármilyen diktatúrában az iskola az a hely, ahol gyakorlatilag a legnagyobb szellemi szabadságot élvez az oktató, tehát maga a vezető, a szervező. Tehát ebből a szempontból igazad van, hogy a tanító iskola, és a tanár. A tanító és a tanár. Tehát bementél az osztályba, és hogy hogyan szervezed meg, tehát egy iskola az egy kis társadalom kell legyen. Az iskola az a közeg, amely tulajdonképpen társadalmi helyzet modellként működhet, ha úgy működtetik. Tehát egyrészt leképezi a jelenlegi társadalomnak a struktúráját, erkölcsi értékrendjét, stb. Stb. De
lehetősége van arra, hogy a jövő társadalomnak az igényeit is megjelenítse, hiszen itt nem dolgoznak anyagi érdekeltségű dolgok, nincs anyagi érdekeltségű befolyásolás. Tehát egy tiszta helyzet teremtődik minden iskolában, ahol olyan kis társadalmakat lehet építeni, amelyek gyakorolják a külső társadalom összes funkcióját, kivéve azt a hátrányt, amit az anyagiak jelentenek, meg egyéb összefonódások. Tehát a külső befolyásolás jóval kisebb egy iskolai társadalomon belül. Tehát ez építő helye kell legyen az iskola mindenképpen a jövő társadalmának. Itt építő kell, illetve megőrzője kell legyen a hagyományoknak. Tehát az iskola az, ahol a székely történelmet oktatni kell, ahol a székely értékrendet érvényesíteni kell. És erre megvan minden lehetőség. Igen, ám csak, hogy mint az iskola is, és minden kis társadalom kénytelen, tehát vannak igazodási pontjai a hatalom irányából. És ezeknek eleget kell tegyen, vagy így, vagy úgy, vagy formálisan, vagy pedig átveszi és csinálja lelkiismeretesen, viszi végbe azt, amit a hatalom akar. De formálisan valamilyen módon igazodnia kell ezekhez az elvárásokhoz. Ellenben egy olyan helyzetben, mint ahogy a székely társadalom él, itt sokkal egyszerűbb a helyzet. Ugyanis a tanfelügyelőségtől elkezdve az iskola igazgatóságukig mindenütt magyarul beszélő székely emberek állnak, akiknek a székely öntudatuk és az a jövőépítő elkötelezettségük, ha megvan, akkor lehetőség van arra, hogy az iskola valóban a jövő társadalmának az építője legyen és a hagyományok őrzője. Ez még mindig nem elég. Tehát ahhoz, hogy öntudatára ébredjen egy társadalom, ehhez olyan politikai erő kell működjön a társadalomban, amelyik ezt akarja. És erre lett volna hivatott, és hivatott ma is, például az RMDSZ, meg a pártokat nem említem, mert az RMDSZ az tulajdonképpen érdekvédelemként jött létre, tehát egy érdekvédelem alkalmas erre. Egy párt egyáltalán nem alkalmas, hisz a párt az mindig ki akar szakítani magának valamit a hatalomból. Tehát a pártnak egy természetes törekvése, hogy be akar kerülni a hatalomba, és onnan szakítani ki magának. Míg az érdekképviselet az alulról jövő értékeket kell megjelenítsen felfele. Na hát ez az, a helyzet az, ami jelen pillanatban nem működik. Nem működik, mert az RMDSZ azt kell mondjam kicsit sarkítva, hogy tulajdonképpen a román hatalom érdekeit képviseli a székely társadalommal szemben. És ez tetten érhető nap, mint nap. Na most ezen kellene valahogy változtatni. Ezen kellene. A Székely Nemzeti Tanács azért jött létre, hogy ezeket kell a kérdésekkel nézzen világosan szembe, és mondja el, hogy a politikai képviselettől ezt várjuk el. Tehát azért nem is indított volna képviselőköt sem. Nem akar bekerülni a politikai hatalomba a Székely Nemzeti Tanács, ellenben utat mutat arra, hogy tulajdonképpen hogyan kell ezt a társadalmat aktívá, önerejének a tudatára ébreszteni, ahogy ezt Márton Áron mondta, hogy legfontosabb, hogy az önerejük tudatára ébresszük a székely embereket, hiszen óriási erő létezik ebben a 600 ezer főt számláló közösségben. Hát miért nem hasznosítjuk ezt az erőt? Ez az erőre lehetne építeni, de és nem pedig elbújni, akkor, amikor ez az erő elkezd működni, elkezd valamilyen arcát megmutatja, akkor a politikának itt az utóbbi 30 évben az volt a szerepe, hogy próbálta lebeszélni erről a társadalmat. Hát
így nem lehet ütőerős képviseletet létrehozni és működtetni. Tehát nem, hogy úgy értem, akartál még mondta, ami valamit, nem. Hogy beleszóltam? Igen, tehát úgy értve, hogy tulajdonképpen mi nem is kellene, hogy építsünk igazából egy új társadalmat, hanem a hagyományainkban és az erkölcseinkben, ami még ott van valahol a szokásrendünkben, ott van ez az erkölcs, amely képes volt fenntartani a nemzetet, képes volt, ahogy te mondtad, egy olyan közösséget mindig fenntartani, ahol nagyon-nagyon szegény sem volt, és szegények voltak, de elesettek, nem ez volt a helyes kifejezésed, és nagyon-nagyon gazdag ember sem volt, aki önkényeskedni tudott volna a gazdagságával, a pénzével. Holott ezzel még találkozunk, de visszatérve az iskolához, ugye, és Remény Sándorhoz, tehát, hogy én neked egészen konkrét példát tudnék mondani, csak nem akarok most itt nevet mondani, de létezik egy iskola itt Hargita megyében, és egy fontosabb városban, ugye, egy egészen elit iskola, ahol egy adott pillanatban egy RMDS tag, és egy eléggé pozicionált RMDS tag lett az iskola igazgató, aki közben, mivel hogy jogot végzett, a polgárjogi tantárgyat is kellett volna, hogy tanítsa abba az iskolába. És RMDS, mondom, nem tudom miféle képviselő, de hogy városi képviselő volt, az biztos, azt tudom. Tehát önkormányzati képviselő. Na most kérem szépen, ez az ember doktrinálni tudhat, ez egy csúnya szó, de hogy mondjam, ki tudta volna használni, nem, az óráit, hogy igenis erre az öntudatra, amiről mi itt beszéltünk, ezen tantárgy keretén belül, annélkül, hogy eltért volna az ő feladatkörétől, szépen ezt a nemzeti öntudatot mondjuk annak a több generációs diáknak, a diák seregnek a tudattalanjába, vagy tudatába előtette volna. Na most kérlek szépen, ez lévén, hogy hatalomban volt, csak hatalom embere volt, évekig meg se tartotta ezt az órát. Nemhogy tanította ők volna őket erre, ami egy óriási lehetőség lett volna, nem? Hogy azt a sok, most kimondom, hogy csiki gyermeket, ugye, akinek még ott van valahol a szüleinél valamiféle öntudata, nem a liberális szellemben, hogy mondjam, hagyni elveszni, vagy hagyni tapogatózni és tévelyegni, hanem direkt megtaníthatta volna mindazt, amiről te eddig beszéltél, gyakorlatilag, és nem végzett volna törvénytelenséget, nem vétett volna a törvény ellen, illetve az ő feladatkörének nem lépett volna túl, a szerepkörén nem lépett volna ki. És nem, hogy nem tanított és nem használta ki, mondom, egy RMDS vezető, hanem meg se tartotta ezeket az órákat, lévén, hogy ő igazgató, és ezt megengedheti magának. Tehát gondolom, hogy erről is van szó, hogy a tagjaink mennyire lelkismeretesek és mennyire öntudatosak. Na most ilyen szempontból mit érzeltél? Ez valóban így van, ez valóban így van. Ellenben éppen a képviseletnek a dolga az, hogy arra vigyázzon, hogy ne kerüljenek olyan emberek ilyen helyzetbe. Tehát mit csinál egy RMDS elkötelezett igazgató, amit te mondtál? Így is foghatja fel a dolgát. Ellenben egy igazi érdekképviselet azt mondja, hogy ha próbál beleavatkozni addig csúnya szóval nem akarok élni, hogy azt mondjam, hogy káderpolitika, de sajnos káderpolitika folyik ma például, mai időkben. Csak kontraszelekciós. Abszolút kontraszelekciós káderpolitika folyik, hiszen azok a jó, alkalmas emberek, akik nem gondolkodnak önállóan, hanem végrehajtják azt, amit felülről kapnak. Na most ez nem egy jó, ilyen rendszerben nem lehet elvárni. Bocsáss meg, ne ragudj, vagy gondolkodnak, de a saját érdekeik szerint.
saját érdekei szerint, hanem mi a dolga a politikai elitnek, vagy a vezető rétegünknek. Tehát a vezető réteg, akkor jó a vezető réteg, hogyha van saját értelmiségi réteg, amely gondolkodik, javaslatokat tesz, kritizál és kontrollt gyakorol tulajdonképpen a politikai réteg fölött, akkor jó a politikai réteg, hogyha ezt engedi, gerjeszti, és innen merít majd új erőköt, és azon gond töri a fejét, ugye, hogy a közösségre vonatkozó össznépi problémákat oldja meg. Nem az a dolga az RMDS-nek, teszem fel Bukarestben, hogy az egész román jogrend, meg Románia gazdasági fejlődését, stb. Érintő törvényeken gondolkozzon, és ezekbe gyújtson be kezdeményezéseket, ez is oda tartozik. De nem ez a fő feladata. A fő feladata az, hogy minden olyan törvénykezdeményezést, ami egyáltalán felszínre kerül, azt olyan szempontból nézze meg, hogy ez nekünk használ, vagy nem használ. És ilyen szempontból fejtsen ki tevékenységet. Egy. Kettő. Az a dolga, és itt különösen a székelyföldi önkormányzatokra, megyei önkormányzatokra gondolok, hogy az intézményépítés, saját intézményépítést elindítsa. És nem az, hogy eladja ezeket az intézményeket. Mi folyik most? Feladtunk, nincsen Bolyai Egyetem, nincsen Rasson, nem lesz Marosvásárhelyi Egyetem. Marosvásárhelyen nincs egyetlen egy magyar anyanyelvű általános iskola. Egyetlen egy. Egész Marosvásár. És így tovább. Tehát az intézmény, saját intézményépítés lenne a feladata. Na most ez a saját intézményépítés, én úgy értem, hogy akár párhuzamos intézményeket kell létrehozni, tehát amit megenged, és megenged a törvénykezés, azokat létre kell hozni. Legyen itt mondjam egy példát. Kellene saját egyeteme kellene legyen a székelyfőnek. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy székely önrendelkezést akarunk érvényre juttatni, akkor meg kell teremteni ennek az értelmiségi elitjét. Ezt nem lehet sem Kolozsvár, sem Budapesten létrehozni. Itt kell egy olyan egyetem működjön, olyan intézmény működjön, amelyik egyetemi szinten, vagy épp egyetemként képezi a saját értelmiségét. És szellemiségét tudja érvényesíteni. Most van a napok, illetve ennek az évnek az eredménye, hogy létrejött Budapesten a Magyarság Kutató Intézet. Most létre kellene hozni ennek a mintájára, és ugyanabból a forrásból finanszírozva, de létre kellene hozni a Székelység Kutató Intézetet. Ez csirája lehetne majd annak az intézményrendszernek, amely tulajdonképpen a székely múlttal, tehát egy székelyföldi kis akadémia-szerű dolog lehetne, amit létre kellene hozni, és ennek nem volna akadálya. Tehát meg kellene nyerni a magyar kormányzatot arra, hogy erre is juttasson anyagi alapot. Székely történelmet, székelyős történelmet a székelyemberekkel elsősorban, hogy kutassák, őkkel kialakítsák itt a véleményüket, és őkkel azt is kutassák, hogy milyen gazdasági, meg egyéb lehetőségek nyílnak a székelyföld számára, hogy el tudják látni munícióval a politikai képviseletet. Ehhez szükséges egy erős, civil kontroll alatt álló ilyen intézmény, kutatási intézmény, amely nyilvánvaló, hogy utána oktatási intézmények hálózatát is képes majd kialakítani. Tehát ezekkel mind adósok vagyunk.
és nem beszél arról, hogy nem teremtettük meg az új intézményeket, de az addig létezőket is lassan feladjuk. Tehát én úgy látom, hogy ezen a téren gyökeres változás kell beálljon, hogy aztán ez hogy lehet kivitelezni ezt a gyökeres változást, ez valószínű, hogy egy külön téma lenne megbeszélni. Természetes, több mint valószínű, hogy a mai elit erre már képtelen. Tehát elitnek nevezem. A mai az RMDS vezetőség. Vezetősem erre már képtelen, hiszen annyira odaalakult a bukaresti igényekhez, hogy másban nem nagyon tud gondolkodni. Jellemző példa most a Zuzöldi eset is. Egy székelyföldi, hát gyakorlatilag mi történik? Székelyföld egy területét betelekönyvezik egy idegen megye, egy Kárpátokon túli megye tulajdonába. Hát hogy? Hát ilyen egyszerű a dolog, és ezt eltűri. Tehát értve ezt, hogy nem is annyira temetővel kellett volna foglalkozni, mint azzal, hogy jogérvényesítéssel ugye megakadályozni azt, hogy azokat a tulajdonképpen birtokhatárokat vissza kellett volna állítani. Birtokhatárok egyben adminisztrációs határok is kell legyenek. És nem lehet az, hogy egy idegen Kárpátokon túli hivatal egyszerűen átjön, és azt mondja, hogy megcsinálom a rajzokat, betelekkönyvezek egy részét. A magántulajdonoknak. A magántulajdonoknak. Csíkszermártoni embereknek a birtokai tulajdonképpen, az egyéni személy, őseitől örököl birtokai. Amik még, mit tudom én, hanem az erőtoló században, házszázad végén voltak már telekönyvezetve és birtokba voltak helyezve nekik még az ősapáinak a birtokai. Tehát azt a taktikát, hogy engedjük, hogy valamit megcsináljanak, és utána kezdünk csak tiltakozni, és jogi utakot keresni, ezt láthatjuk, hogy mindig azt jelenti, hogy egy lépés, két lépés előre, és egy lépés, két lépés hátra, és egy lépés előre, ugye? Tehát ha ők a kezdeményezők mindig, és mi csak utána tiltakozunk, akkor ebből ez lesz. Szeretném, hogyha visszatérnél arra egészen konkrétan, amit említettél korábban, hogy az RMDS, mert csak ugyan én is láttam ilyen politikai adásokat, ahol Kelemen Hunor személyesen az RMDS elnöke arról beszélt, hogy igenis általános romániai közgazdaság és közérdeki törvényekben, hogy miként szól be az RMDS, illetve az ő hozzájárulását, politikai hozzájárulását miképpen viszi be és érvényesíti az ő elképzeléseit arról, hogy Románia hogyan kellene például gazdaságilag en bloc fejlődjön, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy ezek a létező régi intézményeink is elvesztenek. Tehát nem arra kellene inkább koncentrálni, ahogy te mondtad, tehát milyen konkrét eseteket tudsz, vagy hogy van ez, vagy miért nem ezt csinálják szerinted, tehát hogy mondjuk megvéden még nagyobb erőt, de ki kéri tőlük azt, vagy hogy képzelik, hogy ők az általános nagy romániai ügyekbe kell beleszóljanak, amikor székelyföldi mandátumaik vannak, illetve általános románi magyar emberek választották őket oda. Tehát te ezt tudsz egészen konkrétan, hogy ez volt valamikor így ideológia, mert voltál te is RMDS képviselő, hogy ezt megfogalmazta magának az RMDS, hogy ő általános romániai, ügyeknek és Romániának a gazdasági, hogy úgy mondjam, fellendítése érdekében kell szorgalmaskodjon, dolgozzon, és nem azon, hogy a nemzetiségi érdekeket képviselje. Hát az RMDS-nek volt egy ilyen doktrinája kezdetből, én Domokos Géza doktrinának is neveztem, ami azt mondta ki, hogy hát legyünk türelmesek, először járuljunk hozzá maximálisan ahhoz, hogy demokratizálódjon Románia jogrendje és Románia társadalma, és azután álljunk elő a kisebbségi jogokkal, ugye? Igényekkel. Így a helyes, igényekkel. Na most ez a mai napig érvényes. Ez szülte tulajdonképpen azokat a helyzeteket, amikor azzal vannak elfoglalva a
tulajdonképpen most, tehát ez szűrte az olyan eljárást, vagy mentalitást jobban mondva, ami mindig az események után kullog. Tehát ahelyett, hogy helyzetet teremtenénk, és mi kezdeményeznénk, miért nem telekönyvesztette be Szent Márton község ezt a területet előbb, 30 év alatt? A 30 év alatt miért nem telekönyvesztette be? Holott az ő adminisztratív területén van. És akkor ezt a temető háborút meg lehetett volna? És akkor meg lehetett volna ezt az egészet előzni. Tehát itt, és sok ilyen helyzet van. Vagy a Mogye esetében, a Marosvásárhelyi Egyetem esetében miért nem tüntetünk százezres tüntetéseket? Miért nem tüntetünk? Tehát meg kell érteni, hogy a jogi eszközök itt már nem működnek, hiszen ők épp a jogtiprás árán szüntetik meg a magyar kort. A jogtiprás árán. Hát akkor a jogi eszközt azt kell figyelem, azt kell igénybe venni, olyan jogi eszközt, ami ugyan megengedett, de kényszerítő eszköznek nevezhető ugye egy ilyen tüntetés. Tehát világossá kellene tenni, hogy erről nem mondunk le, ez jogunk van, erről nem mondunk le. És akkor vannak utána egyéb eszközök is. Kedves nézőim, úgy látom viszont, hogy ehhez öntudat is kellene. Tehát civil öntudat az egész székely társadalomban. Mert például ott, ahol arról van szó, hogy az RMDSZ és az RMDSZ-nek a, mondjuk, hogy az egyik polgármestere előveszi minden 4 évben az autonómia ügyét választások előtt, esetleg még székely gatyát is húz hozzá, mivel egyébként semmi bajom nincs, csak hogy az, hogy miért csak ilyen alkalom akkor, és olyankor kivágja a nagy populista szöveget, és ezt nem veszi észre magát a nép, hogy tulajdonképpen át van verve és be van csapva, mert ez a polgármester például fejős tehénnek nézi azt a várost, és a városnak a kasszáját, és az önkormányzatnak a lehetőségeit, akkor mindig és mindig ettől meghatódva, ettől a szép, hogy mondjam, populista, székelykedő, inkább így mondhatnám, politikai beszédektől mindig újra és újra választja. Akkor hogy várhatjuk el azt, hogy tüntetünk ilyen kérdésekben már előre, mielőtt milyen helyzetek elé állítanának a huncut románok, hogy úgy mondjam, hogy egyszerűen nem is erdőt foglalnak már, még ezért temetőt is foglalnak melléje. Hát én azt mondom, hogy ez a úgynevezett politikai érdeknek az előtérbe helyezése is, ez a tézis, hogy a képviseletünket mindenáron meg kell őrizni a román parlamentben, és mindenáron a hatalomba kell kerülni, tehát kormányzásba kell kerülni, ez csődöt mondott. Totál csődöt mondott, 30 év alatt nem hozott semmit a konyhára. Minden téren csak visszalépés történt. Tehát az, hogy ami most ne vegyük azokat a dolgokat, amik egyetemesen érvényesek egész Romániára. Tehát abban léptünk előre, ugye olyan dolgokban mi is. De a saját kérdéseinkben csak visszalépés történt. Hol van ma a Bolyai Egyetem? Hol van a székely autonómia, hol van a kulturális autonómia, hol van az oktatás, az önálló oktatás, ugye óvodától egyetemi történő oktatás, amik voltak, azok is lassan épülnek le. Tehát ez a folyamat ide vezetett. Ha ide vezetett, az azt jelenti, hogy akik ezt csinálták, amelyik szervezetnek hittünk, hogy ez az út járható, az bebizonyosodott, hogy nem járható. Nem járható. Ez az út a teljes felszámoláshoz vezet, beolvadáshoz. Tehát más útat kell választani. Ez különösen, a másik érdekessége az és különlegessége ugye a romániai magyar társadalomnak, hogy létezik a székely nép, és létezik a székely, az erdélyi magyarság. Na most ezt a kettőt megint nem lehet nem külön kezelni. Most ennek
már csak gyakorlati politikai haszna is óriási volna, hogyha a székely ügyet előre toltuk volna mindenek előtt, megvalósítani a székely autonómiát, egy belső anyaországot teremteni az erdélyi magyarságnak, akkor itt kellene működjön a szapiencia, ha ezt akarta volna a politika, akkor itt kéne működjön az szapienciának a központja. És nem Kolozsvárt. És nem Kolozsvárt. Akkor ide kellett volna a bejövő tőke nagy része összpontosuljon, hogy itt induljon meg egy olyan gazdasági pesgés, ami befele vonza az embereket, sem pedig elküldi a székelységről, a székelyfalvak elnéptelenedését meg lehetett volna akadályozni, illetve meg kellett volna akadályozni, stb. Ezek az életbe vágó problémák, amik viszont megoldatlanságunkban azt mutatják, hogy ez az út, amelyen 30 évet jártunk, járhatatlan, csőd és a felszámoláshoz vezet. Meg kell változtatni. Ezt meg kell változtatni. Tehát a megoldás csak is onnantól arrafele keresendő. Megváltoztatni hogy lehet? Na most itt van a civil társadalom szerepe. Tehát szembe kell néznünk azzal a helyzettel, hogy szinte hogy két lehetőség van. Egy, azt mondja a civil társadalom, hogy egyszerűen nem megy felszavazni, ugye? És akkor nincs politikai képviselet, újraépítjük a semmiből, és a semmiből kell egy új képviseletet felállítani. Nem éppen semmiből, hanem a hagyományainkból. A hagyományainkból. Na most ez a képviselet csak is úgy állhat össze, hogy a székely képviseletet azt egyféleképpen kell felépíteni, és a másik részét másféleképpen. És a kettő szövetsége tud eredményesen majd dolgozni. Másképpen nem. Nem úgy, hogy egyiket a másik próbására, mert én eredményszavakat is hallottam. Jelen, így van. Tehát jelen pillanatban azt is mondhatja, hogy egy kicsit sarkítva, hogy a székelység az erdélyi magyarság kisebbségévé vált. Igen. És így kezelik, ugye, az RMDSZ, mint a saját kisebbségét, a székelységet. Állandóan nyugalomra intenek, türelemre intenek, de szavazni el kell menni, el is megy a székely ember, és vakarja a fejét, és azt mondja, hogy hát ez az egy van, akkor odaütöm ugye a pecsétet, nincs mit csináljon. Nincs mit csináljon. Mert van itt egy másik dolog is, lélektani probléma, az, hogy a székely nép az egy katona nép. Tehát mindig hallgatott az elöljáróira, megbízott az elöljáraiban, megbízott a katonai vezetőjében, polgári vezetőjében és az vallási vezetőjében. De a bíráiban is. És a bíráiban, így van. És ennek a bizalomnak a hagyománya még él. És azt mondja, megválasztottuk ezeket, hát akkor ők azt mondják, hogy ezt kell csinálni, azt csináljuk. Ez mutatkozott meg 2011-ben, amikor volt a népszámlálás. Ugye, mivel a vezetők azt mondták, azt hazudták az embereknek, hogy amennyiben magyarnak vallod magadot, akkor veszélybe kerülnek a kisebbségi jogok, nyelvi jogok, és még egyéb, stb. A juttatások. Ennek alapján azt mondta Széki, hát én örökké tudtam áldozatot hozni a magyar nemzet érdekében, a nagyobb egység érdekében. Én most is meghozom ezt az áldozatot, de akkor lássam az eredményét. És mi lett az eredmény? Mi lett az eredménye? Tehát kihoztak egy nagyon kicsit kisebbséget. Elütöttük a székelységet egy olyan lehetőségtől, hogy éljen az önrendelkezési jogával. Most következő évben megint lesz egy népszámlálás több, mint valószínű. És erre is felkészületlenünk vagyunk jelen pillanatban, mert nem tisztáztuk ez alatt a 10 év alatt sem kellően az, hogy kik a hibások ezért, miért csinálták, mert mutassanak egy olyan dolgot, amit hozott a konyhára az, hogy a székelyek mind magyarnak vallották magát, magukhoz csak 1665 székelyt tudtak összeinni, még hál' Istennek, hogy ennyit, igen, a székely földről, ugye? Amelynek döntő többsége csomagfalvi volt. Hát igen, 390 volt csomagfalvi.
ellenben mutassanak valóban, mondjanak már egy olyan dolgot, amit ezzel értünk el. Ami, uraim, hoztunk egy áldozatot, jó, de akkor annak ez az eredménye. De tudod, az ijesztés az volt, hogyha te székelynek vallod magadat, én nem mentem. Akkor kivesznek a magyarok. Igen, és akkor, hogy pontosan, akkor kevesebb lesz a magyar, és akkor kevesebb jók fogják megilletni. Holott, ugye, aki székelynek és magyar anyanyelvűnek vallotta magát, az a magyar főcsoportba került bele. Alcsoport volt a székely benne. Na jó, kedves Géza, hát köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál, és ezt megosztottad ezeket a tapasztalataidat és nézeteidet a egyelőre internetnézőkkel, főleg a spirituális gondolkozókkal, mert én abban a körökben vagyok ismertebb, de gondolom, hogy mások is meg fogják nézni, még szeretnél-e valamit mondani. Mondjuk a dolognak most már menjünk a spiritualitás oldalára, a spirituális oldalára. Igen. Mert annyit mondanék csak, hogy... Te egy kulturális irányító vagy, és fenntartója Csomafalvi kulturális mondjuk a iskolai igazgatói tevékenységen folytatásában ugye sok olyan mindenképpen jónak találtam azt, és kötelességemnek is találtam azt, hogy hát további eszközökhöz is nyúljak, sőt olyan eszközököt indítsak be, olyan tevékenységi formákat, amik addig ugye lehetetlenek voltak. Tehát például alapítványnak a létrehozását, létrehoztuk a Borsos Miklós Művészetért Alapítványt, szobrokot állítottunk, mi állítottuk fel az első és máig egyetlen olyan szobrot, amit az amerikai, vagy illetve az a beözönlő román csapatok ledöntöttek. Marosvásárhely főteréről akkor döntötték le a Kossuth szobrot, az a Kossuth szobor most itt áll Gyergyó Csoma falvának a közepén, újra alkotva. És ez az egyetlen az olyan szobor, mert pedig ebből is egy programot lehetne csinálni. Állítsuk vissza mindazokat a szobrokat, kulturális értékeket, amelyeket a megszálló román csapatok ledöntöttek. Könyvet is adtatok ki. Most a nevezetesen adtam tőled egy ajándékot, szeretném, hogyha... Népfőiskolát is működtetünk az alapítvány keretén belül, ez a Borsos Miklós Népfőiskola. Itt gyakran tartunk fórumokat, évente egyszer szervezzük a Gyergyócsomafalvi Közéleti Fórumot, amelyik már 22. kiadásánál tart. Éppen itt fogalmazódott meg most a napokban az, hogy felhívjuk a székelység figyelmét arra, hogy szükség van a Székelység Kutató Intézetnek a létrehozására, és szükség van a székely intézményrendszer, döntéshozó intézményrendszernek a felélesztésére, tehát a Székely Nemzetgyűlés megszervezésére, és ebben a felelősséget a mai politikai vezetés viseli, és kell, hogy vállalja. Az Orbán Dezső könyvéről is négy szívesen. Igen, kiadtuk a Székely Gesztát, Orbán Dezsőnek a Székely Geszta című könyvét Grand Pierre Attila gondozásában, és ő írt is hozzá még két tanulmányt, és Nyal is kiegészítette ezt a kötet, és így egy két kötetes könyvet adtunk ki. Én ajánlom, és azt szeretném, hogyha minden székely embernek a házába ez a könyv eljutna, mert a székely igaz történelem, őstörténetnek a taglalásával indul a könyv, és végigköveti mondjuk a késő középkorig, tehát a székelység történetét. Itt Orbán Dezsőnek nem volt már ideje, hogy ezt befejezze. De így is felmérhetetlen kincs a székelység kezében. Még egyszer köszönöm szépen a
kedvességedet, hogy fogadtál is. Én köszönöm szépen, hogy veled beszélgethettem, úgyhogy jó, kívánok neked is sikeres neked áldást a tevékenységedre.